tisztelettel köszöntöm a Halas Televízió minden kedves nézőjét. A kialakult vírushelyzet miatt idén nem tudjuk közösen megünnepelni Kiskunhalas város napját, éppen ezért készítettünk a Halas Televízió stábjával egy ünnepi összeállítást kedves nézőinknek. Ezt láthatják az elkövetkező percekben. Most kérem hallgassák és tekintsék meg Fülöp Róbert polgármester úr ünnepi köszöntőjét. Hölgyeim és uraim, tisztelt halasi polgárok! Kiskunhalas városnapja alkalmából rendhagyó módon idén nem egy képviselőtestületi díszülésen köszöntöm Önöket. Az utóbbi két hónapban nagyot fordult az életünk, a járvány az egész világot, Európát, hazánkat és Kiskunhalast is mélyen, életbevágóan érintette. A koronavírus elterjedése és az ellene történő védekezés gyökerestül változtatta meg mindennapjainkat, így a városnapját, az ünnepet is, amelyen a 275 éve bekövetkezett fordulatra, a redemcióra emlékezünk. Tisztelt halasiak! Az egészségünk, az életünk védelme érdekében közel két hónapja egy új, szokatlan, gyakran kényelmetlen életformát vezettünk be. Magyarország kormánya március 11-én rendkívüli intézkedéseket hozott, amely az élet minden területén korlátozásokat jelent. A veszélyhelyzeti létünk kiemelten a közösségi érintkezéseket változtatta meg. Így ma nem tarthatunk nyilvános testületi díszülést, nem adhatjuk át az elismeréseket a város közönsége előtt. És persze nem tarthatunk kulturális programok kíséretében közös találkozókat egymással, mint ahogy tettük ezt az elmúlt években, évtizedekben. Tisztelt kiskunhalasi polgárok! A városnapja veszélyhelyzetben is a városnapja. Ha nem is fizikai valóságban, de az informatika és a távközlés segítségével megtarthatom a megemlékezést, Halas polgárainak a köszöntését. Egyúttal kijelentem, hogy a városnapi ünnepet személyes találkozási lehetőséggel egy későbbi időpontban megrendezzük. Erről megfelelő időben tájékoztatom Halas lakosságát. Azon az ünnepi eseményen adjuk át hivatalosan, méltatások kíséretében a városért kitüntetéseket. Azonban megragadom az alkalmat most is, és gratulálok a két kiváló halasi személyiségnek, Széchenyi Rédei Évának, a Csipkáz igazgatónőjének, és dr. Döme Otto nyugdíjas pedagógusnak, akik kiérdemelték 2020-ban Kiskunhalas Pro Urbe díját. Hölgyeim és uraim, kedves halasiak! Kiskunhalas városnapja egy történelmi tetthez kapcsolódik. Röviden a szabadság megváltáshoz, amit a kor hivatalos megfogalmazása redemciónak nevez, és ami az 1745-ben a Jászkun vidéken élők összefogásának sikere. A történelem nem ismétli önmagát, de párhuzamok vannak és példaértékű tetteket hordozó helytállások is, amelyek a mai élőknek mintát, erőt, irányt adhatnak. A redemció ilyen történelmi esemény. Tisztelt halasi polgárok! Mi manapság is egyfajta szabadság megváltásra készülünk. Harcot vívunk egy láthatatlan, de az életünkre törő betegséggel, járvánnyal szemben, amely számos béklyóval terheli mindennapjainkat. Kiskunhalas ebben a küzdelemben ismét önmagán túlmutat, és úgy vívja meg ezt a csatát, hogy közben a térségnek, sőt az országnak is segítő kezet nyújt. A kiskunhalasi Semmelweis Kórház, mint a térség egészségügyi ellátóközpontja, gigászi terheket visel, hogy megfeleljen a kihívásoknak, és felkészülten fogadhassa, gyógyíthassa a fertőzött betegeket. Azt jelenthetem, hogy kórházunkból eddig minden koronavírussal fertőzött és ott ápolt beteg gyógyultan távozott. Kiskunhalas ezen felül helyt adott egy rekordgyorsasággal felépített országos mobil járványkórháznak is, melynek építése során a halasi egészségügy szakemberei jelentős segítséget nyújtottak. Az új létesítmény készen áll, a legrosszabb helyzetre felkészülve megfelelő személyi, szakmai és eszközháttérrel. Tisztelt halasiak! Engedjék meg, hogy kiemeljek egy szakembert, vezetőt, dr. Szepesvári Szabolcs urat, a kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatóját. Őt megnevezve, de a kórházban dolgozókra vonatkozóan is hálás szívvel köszönöm a városlakosságának nevében áldozatos munkáját, munkájukat. Köszönöm az ott dolgozó orvosok, mentők, nővérek, ápolók, segítők, kiszolgálók hihetetlen kitartását, szakmai alázatát, amely a nap mint nap veszélynek kitéve látják el feladataikat értünk.
Ki kell emeljem azokat a magánszemélyeket, vállalkozásokat, társaságokat, akik kérése vagy kérés nélkül anyagi vagy természetbeni segítséget nyújtva álltak a kórház mellé. Felemelő érzés, büszkeségre okot adó látni, mekkora erő és összefogás tud kiteljesedni környezetünkben. Halas valóban hatalmas. Hölgyeim és uraim, Kiskunhalas az ország egyik kiemelt egészségügyi bázisa lett ebben a rendkívüli helyzetben. Néhány évvel ezelőtt is országos figyelmet kapott városunk, amikor a migrációs helyzetben kaptunk fokozott feladatokat, és vállaltuk az azzal járó ránk eső nehézségeket. De ha messzebb nézek, akkor a rendészeti terület a határvédelem tekintetében is jelentős szerepet kapott Kiskunhalas azzal, hogy a határvadászoknak és a készenléti rendőrségnek támaszponti lehetőséget, otthont adott. Kiskunhalasra számíthat az ország, és Kiskunhalas számíthat a kormányra, amit a miniszterelnök és más kormányzati szereplők támogatása és látogatása is igazolt az elmúlt hetekben. Igen, tisztelt halasiak! Visszatérve a jelenünkre, az egészségügyben dolgozók mellett sok más terület képviselői is elismerést illet, hiszen a megnehezített feltételek mellett Halason zajlik az élet, működnek a vállalkozások. Aki tud, dolgozik, ha teheti otthonról, végzi a munkáját. Kiskunhalason folyik az oktatás, más módon, de ügyintéznek a hivatalok. Üzemel a piac, a tömegközlekedés, az emberek ellátása biztosított. Különös figyelem övezi a szociális területet és az idős gondozást, hiszen a legkitettebb társadalmi csoport az idősebb generáció. Megszerveztük és őrizzük az ellátásuk biztonságát. A gyermekétkeztetést biztosítjuk és alkalmazkodunk a további igényekhez. Az önkormányzat lehetőségei szerint minden házba arcvédő maszkot juttatott el. Felügyeljük a városi rendészettel, hogy a bevezetett intézkedések valóban segítsék a mindennapokat és a város biztonságos működését. Halason a lelki élet gyakorlása is új módon történik, amelyhez gyorsan, korszerűen alkalmazkodtak az itt működő felekezetek. Tisztelt halasi polgárok! Városunk céljai nem változtak. A stratégiai ágazatokra fordított figyelem és munka tovább folyik a veszélyhelyzetben is. Bár a turisztika váratlan mélyütést kapott, a beruházásaink folyamatban vannak és hamarosan elkészülnek. Már láthatóak az eredmények a Tánchagyományok háza és a Sóstó turisztikai fejlesztésében, a vízutánpótlás megoldásában. A Sáfrik-Malom felújítása az utolsó szakaszába érkezett. A kertvárosi óvoda építése is jól halad. Halas ebben a nehéz helyzetben is erőt mutat, ami egyértelműen az itt élő emberek szorgalmának, kitartásának köszönhető. Kedves halasi polgárok! Kiskunhalas a járványügyi veszélyhelyzet nehézségei közepette készül az újbóli szabadság megváltása, és hiszem, hogy sikerülni fog. Legyőzzük a kort, mert megvan a szakmai képesség, és működik az összefogás gyakorlata a kiskunhalasi emberekben. Remélem, nem sokára együtt ünnepelhetünk újra úgy, hogy személyesen találkozhatunk egymással városunk közterein, rendezvényein. Egy új időszak jön, és biztos sok mindent másként kell majd tennünk, de hogy elődeink, úgy mi is képesek vagyunk alkalmazkodni az új feltételekhez. Biztos vagyok benne, hogy céljaink megvalósulnak. Tisztelt halasi polgárok! Köszönöm az együttműködésüket, és kérem a jövőbeni összefogást is. Azt kívánom, hogy mi hamarabb találkozzunk a valóságos városnapi ünnepségünkön. Kérem, legyünk fegyelmezettek, tartsuk be a szabályokat. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Építsük, erősítsük, szépítsük együtt városunkat. Hajrá Magyarország, hajrá Kiskunhalas! A Halas Televízió stábja 2019-ben készített drónkamerával egy közel negyedórás filmet. Ebben a várost madártávlatból tekinthetik meg. Jól ismert épületek, köztéri alkotások, terek, utcák láthatók ebben az összeállításban. Ezt láthatják most. Kiskunhalas a 14.-15. századtól folyamatosan növekvő, fejlődő település. Először 1439-ben említették városként, Bajától, Szegedtől, Kalocsától és Kecskeméttől nagyjából egyenlő távolságra fekvő mezőváros.
Népessége 1989-től csökkenőben van, 2018-ban 27.136 fő élt itt. Utazásunkat kezdjük a település vasútállomásától, mely az 1900-as évek elején épült, a néhány éven belül tervezett Budapest-Belgrád vasútvonal bővítésének stratégiai pontja. Tovább haladva a szemünk elé tárul a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium, eredetileg csak a Kossuth utcai épületrész volt meg, majd az 1964-65-ös tanévben új szárnyal gyarapodott az iskola. Előadótermek, laboratóriumok, szertárak, tanári szobák kaptak itt helyet. A 70-es évek közepén készült el a sportcsarnok, mely azóta is helyet ad a testnevelés óráknak. A kiskunhalasi víztornyot 1962-ben építették, csúszózsalus technológiával, 530 köbméteres, magassága pedig 47,5 méter. A tervezője Adamis Géza volt. Az országban abban az időben több ilyen víztorony is készült 8 másik településen. 1703. október 5-én a Rákóczi Szabadságharc egyik legvéresebb csatája zajlott le a város területén. Mintegy 234 kuruc halt meg a harcok során. Ennek emlékére 200 évvel később Magyarország első köztéri kuruc szobrát állították fel Kiskunhalason. A város legnevezetesebb látnivalója a Csipkeház. A gondozott parkban álló csipkeházat 1935-ben emelték. A bejáratnál a Csipkevarrók című szobor fogadja a látogatókat. Az alkotás az első csipkék megálmodóit és megvalósítóit, Markovics Máriát és Dékáni Árpádot ábrázolja. Magához a Csipke Múzeumhoz egy gyönyörű sétányon juthatnak el az érdeklődők. A halasi csipke, mint hungarikum, azon kevés iparművészeti értékünk közé tartozik, amely világszínvonalú és már több kontinenst is meghódított. Ez már egy újabb kulturális szintér, a kétszintes Berki Galéria, mely két kiskunhalasi festőművész, Berki Viola és Diószegi Balázs alkotásainak ad helyet. A kiskunhalasi református kollégium Szilárd Járon gimnáziuma több mint 3,5 évszázados múltra tekint vissza. 1664-ben alapították. Az egykori iskolát Szilárd Járon református lelkész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja fejlesztette korszerű főgimnáziummá a 19. század végén. Az épület Kauzer József budapesti főépítész tervei alapján készült 1892-ben. A gimnázium mellett található a város egyik legforgalmasabb kereszteződése, melyet minden irányból társasházak és üzlethelyiségek fognak közre. A Kiskunhalasi Művelődési Központ 1897-ben épült Úri Kaszinónak. A kiegyezés utáni Kiskunhalas egyik legszebb építménye, amely a 19. század végi város elitjének szórakozó helye volt. A központi iskola műemléképület 1913-ban készült el Györgyi Dénes tervei alapján. Piros téglás, kéttornyos homlokzata, a népies és historizáló stíluselemek, valamint a modern funkcionalitás elveinek egységét mutatja. 2018-ban 6 tanteremmel bővült az iskola, majd az ebédlője és a sportpályái is megújultak. A modern új posta épülete illeszkedik a központi iskola műemléképületéhez, a Szegedi Balog és Szél építészműterem Kft. Munkáját dicséri. A Kiskunhalasi Járásbíróság a város legrégebbi épülete. Jelenlegi külalakját 2008-ban egy nagyszabású felújítás során nyerte el. Ez a szociál épület a múlt rendszerben az MSZMP székházaként működött. Napjainkban már a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola működik itt, ahol sok gyermek végzi zeneiskolai tanulmányait. A kiskunhalasi zsinagóga 1857 és 1860 között épült klasszicista romantikus stílusban. Homlokzatán az egyedül az Istennek felirat olvasható. Az épület főbejáratánál a mártírok falán a holokauszt idején elhunyt zsidó áldozatok neve látható. A 1766-ban Mária Terézia parancsára a város telket ajándékozott a katolikus egyháznak templomépítés céljára. A templom a királyi vallás alap költségén 1769 és 1770 között épült, az építész Kvöller Jakab volt.
1937 és 1940 között bővítették Fábián Gáspár építész felügyeletével. A Torma János Múzeumban megtekinthető Kiskunhalas története és Torma János festőművész képei. A múzeum bővítésére a nagyméretű tormaképek és a bajgyűjtemény elhelyezése miatt került sor a közelmúltban. Ez a hatalmas, látványos, hagyományőrző és egyben modern tér Kiskunhalas szíve, központja a Bethlen Gábor tér. Halassal látogatva érdemes elidőzni a téren, amit egy hatalmas páva motívum díszít. Egy hangulatos beszélgetés vagy egy kellemes játszótéri kikapcsolódás helyszíne is lehet, de itt található meg a város 1956-os emlékműve is. A városközpontban található a kereskedelmi és hitelbank épülete az Aradi Vértanúk domborművel, mely a Városvédő és Városszépítő Egyesület munkáját dicséri. A Városháza épület együttese Halas legjellegzetesebb városképi eleme, műemlék. A Köztársaság utca felüli traktusát Fischer Ágoston építette 1833 és 34 között klasszicista stílusban, majd 1905-től 1906-ig Hikis Rezső és Kotál Henrik tervei alapján szecessziós épületszárnyakkal bővítették. Mozgalmas homlokzatain magyaros díszítő elemek láthatóak, tetősíkja fölé lőrésszerű ablakokkal áttört tűztorony magasodik. A Városháza tornya rövidesen kilátóként fogadja majd a turistákat. A Hősök terén látható az országzászló, a II. Világháborús emlékmű, valamint a Nagy Szeder István szobor is. Az első világháborús emlékmű mellett foglal helyet a tapintható, láthatatlan elnevezésű alkotás. A vakok és gyengénlátók számára készült el a Kiskunhalas központját ábrázoló tapintható térkép. A kiskunhalasi református templom is műemlék, szabadon álló, egyhajós, egyenesen záródó, keleti homlokzati tornyú épület, a záródás fölött kontyolt nyeregtetővel. Mellette található a református imaház, mely hetente többször is várja a halasi híveket. Szerdán és szombaton benépesül a halasi piac, helyi termelők kínálják ízletes és egészséges portékáikat. Szerencsére még napjainkban is sokan döntenek úgy, hogy a multik kínálata helyett inkább innen szerzik be a hétvégi ebéd alapanyagait. Haladjunk tovább a Semmelweis tér felé. Itt található a három tavasz szobor, mely Kerényi József építész tervei alapján készült 1975-ben Marton László hírvivő című szobrával együtt. A téren található a város egyetlen hotelje, a Csipke Hotel, mely remek szálláshely a Halasra látogató turisták számára. A hotel szomszédságában magasodik a város fölé a 11 szintes Semmelweis Ignácról elnevezett Kiskunhalasi kórház, melyet 1974-ben adtak át. Jelenleg nagyszabású felújítási munkálatokat végeznek az épület külsején. A halasiak előszeretettel látogatnak ki a strand szabadtéri és fedett medencéihez, de rövidesen fejlesztések kezdődnek itt is, hiszen a tervek szerint 3-4 éven belül új, korszerű gyógyfürdő épül. A Csetényi Park is komoly fejlesztések előtt áll, igazi turista csalogató látványközpont lesz itt. Jelenleg a tavasztól őszig itt élő vízi bivajcsorda miatt keresik fel a legtöbben ezt a zöldövezetet. A Bibó István Gimnázium 1995-ös alapítása óta látja el azokat a feladatokat, amelyek felvállalásával Kiskunhalas és környéke tanulóit sikeres érettségire készítik fel, úgyhogy legyen tényleges választási lehetőségük rangos felsőfokú intézmények egyikében folytatni tanulmányaikat. A gimnázium közvetlen közelében található az 1987-ben alapított Halasi Teniszklub székhelye. Ez jelenleg a város legnagyobb taglétszámával rendelkező sportegyesülete. A területen 6 salakos és egy műfüves pálya várja a sporták szerelmeseit a hét minden napján. Egy újabb oktatási intézményhez, a Felsővárosi Általános Iskolához érkeztünk. Az eredeti 8 tantermes műemlékiskolát Schmidt D. Gyula budapesti építész tervei alapján építették. Az épületet azóta természetesen már kibővítették, de a régi épületszárnyban is folyik oktatás még napjainkban is. A Sáfrik-féle szélmalom 1901-ben nyerte el mai formáját.
A jelenleg vitorlák nélküli épület felújítása ebben az évben várható, így hamarosan itt is újra egy teljes értékű turista csalogató látványosság lesz. A végkúria épülete számos lehetőséget rejt magában, halasi civilház és múzeum egyben, de nyári táboroknak is gyakorta biztosít helyszínt. Idén tavasszal egy pajta színpaddal és egy szabadtéri kemencével bővült a közösségi tér. A város sportpályája is megújult az elmúlt években, a futballmérkőzések egyszerre több füves pályán is zajlanak, és itt épül egy minden igényt kielégítő modern birkózó csarnok is. Természeti kincsekből sincs hiány a városban. A múlt század 30-as, 40-es éveiben gyógyvízként tartották nyilván a kiskunhalasi sóstót, mely most horgásztóként és rendezvényhelyszínként működik. A kilátó a millenniumra épült, 2000-ben adták át. A tó mellett található a 19. században késő klasszicista stílusban épült sóstócsárda. Lakodalmaknak, rendezvényeknek biztosít helyszínt, de persze azok is bátran betérhetnek ide, akik egy kiadós, magyaros ebédet vagy vacsorát szeretnének elkölteni. Ez pedig a település legcsendesebb, legnyugodtabb, legvirágosabb része, a kertváros, ahol hangulatos kis utcákban sorakoznak egymás mellett a családi házak. Ezzel rövid utazásunk végére értünk, amint azt önök is láthatták, Kiskunhalas bővelkedik klasszikus és modern épületekben, hagyományőrző és stílusteremtő alkotásokban, és persze természeti kincsekben. Érdemes ide ellátogatni az év bármely hónapjában. Ez volt ünnepi összeállításunk Kiskunhalas városnapja alkalmából. Köszönjük figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes televíziózást kívánunk, viszontlátásra!